A sport az egy nyelv, amit mindenki beszél, és az összeköt. És az független társadalmi hovatartozástól. Labdát azt mindenki szereti rúgni, és a gólnak mindenki ugyanúgy tud örülni. Mindegy, hogy milyen a bőrszíne. Egyik ember sem születik ezt is. Viszont ez már az óvodában elkezdődik, és itt a szemléletváltásnak a lényege, hogy a cigány gyereket kerüljed, az nem való veled, ne játszál, stb. És akkor, amikor felnőtté válik ez az egyébként nem rasszistának született ember, egyszerűen könnyen az lehet belőle, mert hozta magával ezeket a gyökereket. A Turalváros sportkörnek a gyermekei tagjai vonódnak harácságot. És a sport az megint csak azt tudom mondani, hogy egy nyelv, egy olyan nyelv, amikor egy csapatban van a cigány és nem cigány is, csak a csapatért, csak Turáért játszik. Pont ez a lényeg, hogy ez már attól több is, mint egy futballcsapat. Ez egy közösség. Egy közösség, aki jótékonykodással foglalkozik, gyerekeket vonzunk be, hiszen az a lényeg, hogy a gyerekeinkkel, az utódokkal szerettessük meg azt, hogy a sportot válasszák, hogyha valaki sporttól dolgozik, az nem fog összeférni. És hogyha a sportot választja, akkor azt már nem. És hát nyilván a sport mellett még a zene az, ami összehozhat minket, cigányokat és nem cigányokat. Mert ugye a zene is egy, az meg egy másik nyelv. Szemléletet kell váltani cigányoknak és nem cigányoknak egyaránt. Ami azt jelenti, hogy ismerjük meg egymást, legyenek közös értékeink. Közösen alkossunk dolgokat, és hogyha ez megvan, akkor a sztereotípiák azok lehet, hogy eltűnnek. A cigányságnak meg a szemléletváltását abban látom, hogy oktassa magát. Mindenképpen nincs más választása a cigányoknak és nem cigányoknak ebben az országban, mint hogy elkezdeni egy olyan szemléletet, hogy nincs A és B állampolgár, csak A állampolgár, és nem békés egymás mellett élés, hanem békés együttélés. Nekünk együtt kell élni. Mi magyarok vagyunk. És a magyaroknak azt kell látni, hogy van itt egy több tízezer fős, életerős, munkaképes ember, akit be kell integrálni, nincs más választása, mint hogy ezt megtegye. És csak úgy tudja beintegrálni, hogyha feltételeket biztosít arra, hogy jó szakembereket neveljünk ki a cigány emberekből.